A spirulina, a zöld vér. A vérszegénység leggyakoribb tünetei a fáradékonyság, fázékonyság, ingerlékenység, csökkent teljesítőképesség. Leggyakrabban vashiányos állapot előzi meg, de oka lehet a B12 vitamin hiánya is. Vas hiányában a szervezet nehezebben tudja a vér fontos alkotóelemét, a hemoglobint pótolni. Emiatt oxigén hiányos állapot alakul ki, és a szervezet nehezebben tudja ellátni a feladatát. Érdekes módon ezen a legtöbb esetben nem lehet vaspótlással segíteni. Ellenben már 1933-ban és 36-ban sikeresen kezelték a vérszegénységet laboratóriumi patkányokon, klorofil adagolásával. Ez nagyon érdekes, mert a klorofil nem tartalmaz vasat. Viszont minden mást igen, mert a klorofil és a hemoglobin tökéletesen megegyezik, egyetlen különbségtől eltekintve. A hemoglobin vasat tartalmaz, a klorofil pedig magnéziumot. A spirulina fő alkotóeleme a klorofil, és mind a laborvizsgálatok, mind a tapasztalatok szerint rendkívül hatékony a vérszegénység kezelésében. Ezért is nevezik a spirulinát zöld vérnek.